Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok! Vasárnap, és hát ugye a szabadság utolsó napja. Hétfőn ismét meló, úgyhogy ez van, emberek, ez dobta a gép. Ismételten akkor el kell kezdeni melózgatni. Na mindegy, az a lényeg, hogy amiért kivettük a szabadságot, az sikerrel tudtuk teljesíteni, úgymond az ültetést. Hát ilyen kisebb apró veteményes az már ráér, az már nem nagy gond. Egyedül ugye a talajmunka, azt kellett megoldani gyorsából, meg hát ugye a krumpli ültetés, ugye ami úgymond géppel lett elütetve, hát félautomata, ugye asszonypajtás volt, aki adagolta, de ezt valamelyik videómban láthatjátok is, van róla videó. És akkor mivel elfogytak ezek a melók, és vasárnap is van, kis levezetésképpen úgy gondoltam, hogy valamit kéne bütykölni, és ismételten akkor valamit szét kéne szedni, legalábbis úgy gondoltam, legalábbis. És itt a háttérben, a vállam mögött láthatjátok, hoztam még utánpótlás ládikákat, hogy legyen még, hát egy 15 darabot még sikerült szereznem, úgyhogy őket még ma délelőtt hoztam. És még mindig délelőtt van, de gyors elugrottam érte, hogy itt nem messze tudtam szerválni, ugyanottal ezelőtt, úgyhogy most van. És éppen ennek apropójából, ha már ennyi ládikám itt van, akkor miért is ne bontanék szét egy hűnyírót. Egy fűnyírót akkor szét kéne burítanom. Itt szemezgettem már tegnap délután vele egyikkel, amelyeket nemrég hoztam. Egy bridge motoros fűnyíró. Elvileg ő elindul, ez az aluvázas verzió, de majd körbejárjuk, körbenézzük, aztán meglátjuk, hogy mi történik vele, meg mit tudok belőle kihozni. Elvileg azt mondta a srác, hogy indul, nem próbáltam, egyedül levettem a bobdent, tegnap délután még annyit megcsináltam, hogy levettem bobdent, ázsíroztam, átolajoztam, hogy csúszson a bobdent külsőjeibe, és hát ebben nem is bobdent van, az a rudazat, vagy minek francnak mondjam, tehát nem több szálas, hanem egy szálas valami, úgyhogy azt ázsíroztam, azt levettem, semmi más nem csináltam vele. Na, nézzük is meg akkor magát a gépezetet. Na, kérjem szépen, akkor ki is raktam a két kis áldozatot, és ő közülük most egyelőre ez a fele, ez marad, ez a Tecumseh motoros, az indiános, ez most egyelőre várja a sorsát, jó, ez a Tecumseh. Hát nem hiszem el, nézzetek oda. Milyen is nekiállok videózni, ugye, akár a beindult rendesen. Ohó, oda nézzetek, oda igazi farkas, oda nézzetek. Igazi farkas lesz belőle, egyszerre támad, szegény Zafir, megéri lesz lerázni. Ha, ugye? Figyeljetek, elég komoly. Jaj, még engem is fölbudít. Na, most szerintetek? Szerintetek jó volt? Na mindegy. Na? Valami nem tetszik neki, valami. Elő fürdött, csak azért ilyen vizes. Na, jó van, hagyjuk a kutyusokat, jó? Na, itt vannak a ládikák, látjátok? 15-öt sikerült megint beszereznem, már akkor van. Van bőven alkatrész ládikám, úgyhogy lehet alkatrészeket csinálni, meg szerezni, meg gyártani, meg bontani. Na, tehát ő marad, ő lesz szétburítva, megnézve, átnézve. Ugye ő a törött, amit láthatjátok, ő volt a törött verzió, törött kar. De hát egy ilyen kart szerzek rá, egy ilyen kart, majd ha valamikor kész lesz, vagy pedig ide összeheftölöm, összehegeztem, tehát tolok bele egy ilyen sima betonvasat, azt jó van, különösebben nem a kinézet, a fontos számomra soha, hanem hogy működjön a gép, hogy jó legyen, lehessen tologatni. Különösebben engem az nem érdekel, hogy most ezt a gyári állapotokat visszaállítson, vagy sem. Soha nem fogom visszaállítani, nem is tervem, soha. Úgyhogy én nekem nem ez a tisztem, vannak erre másik videósok, akik gyári állapotban esnek visszaállítják meg mi egymást. Én nekem összeheftölöm, összerakosgatom, aztán működjön, az a lényeg. No, hát igen, kicsit koszos, dzsúás, nem tudom előtte hol állt ez a gép, hol sem, pajtában, vagy disznóban, nem tudom, de tiszta szalma. Na, a motor átfordul egyelőre, úgyis szét lesz burítva. Ugye első körben, hát aluvázas, látható. Azért gondolom, hogy ezt kell megmentenem, mert mégis csak egy aluvázas gépezet. Ugye ezen elvileg nincs rajta. Mi a fene? Azt hiszem olaj, várjátok. Meg is nézem, de úgy tudom, hogy olaj nincs benne. Mindjárt kitekerem, ne folyjon nekem itt szanaszéje.
Hát így ippeg az alja, látjátok, ott van egy pötty. Tehát nagyon sok, valamennyi van benne, nem sok. Oké? Na, akkor elbújthatjuk ugye oldalra. Nyugodtan. Na, ugye kés nincs, hogy látható. De érdekes. Érdekes, érdekes. Nézzetek oda. Mint ez miért rohad? El van rohad, itt az alja, látjátok? Egyszer aluvázas. Akkor ez... Ja, ez csak egy lemez. Aha! Várjátok, ezt le kell venni innét. Aha, itt van a kis csavarok. Aha! Azért, mert a nagy csavarokat nem látom, hogy ami a motort fogná. Mert a motort le kéne vennem róla. Akkor van rajt egy kis védőlemez, látható, nézzetek oda. De ugye ez alumínium lemezből van, vagy vaslemez. Hát ez meg rohad. Érdekes, ha az aluváz, aluvázba akkor miért tették, körülött a váz az jó. Hát itt van megkopva egy kicsikét, ez látható. De nem érdekes. De viszont miért? Akkor ezek szerint alatta lesznek a csavarok. Mert itt vannak fönt a csavarok, látható. Ugye ez három, vagy általában három csavar fogja a motorokat. Nem mindig, de általában. Most ott megnézzük szembe, hogy ott nem látunk semmit. Tehát ezt a kupakot innét le kéne vennem majd. Meg ezt a hülyeséget is. Na, az érdekes lesz, amit leszedni. Nem, de nem görbe a főtengely, amely kiderül. Majd kiderül, emberek, hogy mennyire gör, vagy mennyire sem. Úgyhogy őt gondoltam, hogy ővele valamit kéne csinálnom. Hát látható, ugye, mutatom is, kicsit koszos, de hát bridge. Ez egy bridge motor, és ez a Quantum 35. Úgyhogy ez is egy fölülő belántós, ez is érdekel engem, az is. Már ugye az annyira nem érdekes most egyelőre, mert az sima hátrahúzós, de viszont ez viszont megint egy fölülő belántós kép. Nem tudom miért se, de ez vagy tetszik már megint. Hát maga a váz az egy, Isten tudja mi van ide ráírva, gondolom Kintrosztrákból behozott gépezet, úgyhogy sokat nem mondtam el. Jó, egyszer megpróbálom, hogy így, de nem hiszem, hogy az alumínium öntvényben benn vannak a csavarok, szerintem azok mi a fenések, anyásak, tehát túloldalt lesz az anya. Meg kéne próbálnom akkor valahogyan azokat a kis, hozok ki drótkefét, aztán, mert ugye mondanom sem kell, itt a bűn oltáránál lesz szétszedve. Ugye most, hát reméljük, hogy a fentiek most kegyesek lesznek, mert nézzétek föl, még egyelőre tiszta az ég, ám bár most elbújt a nap, madarak csicserenek, vagy verebek, vagy mi a franc, úgyhogy elbújt a nap, de hát remélhetőleg elő fog jönni, és onnétől kezdve már talán, most nincs rossz idő, pólóba vagyok, de remélhető, hogy az a motor, valamelyik ládikában, nem tudom melyik lesz szimpatikus, hogy fog kikötni előbb-utóbb. Megkezdjük, jó, hoztam ki egy drótkefét, megnézzük hány csavar fogja ezt a lemet. Hát, aztán majd kiderül, hogy jól sejtettem, hogy ez az van valami, vagy sem. Nézzetek oda, kigarázdálkodik itt. Kigarázdálkodik itt. Ki? Hát Akela. Ő neki, jaj, hát most el kell, Akela, nem. Hát nézzetek oda már. Ez a bicsoda kell neki. A drótkefe. Na, megköki a szádat. Akela, nem. Akela, nem szabad. Nem, hát most ne nézzetek oda. Nem enged dolgozni. Hát. Akela, nem szabad. Na. Gyere, menj innét. Mert nézzél, ott a bácsik, ott meg a nénik. Nem tudom, mennyi néni van. Na. Nagyon ez a drótkefe kell neki. Ne, Akela. Nem hagy dolgozni, emberek! Nem hagy dolgozni! Akela, menj innét! Akela! Na, kiszabadítottam a csavarfejeket nagyjából. Elrakom ezt a drótkefét, mert ő neki most az kell nagyon. Akela, most ő neki az kell. Most a villáskulcs kell neki. Nem hiszem, mert mindig az kell neki, ami nálam van. Akela. Ez nem kaja. Hát ott a kajátok elől. Na nézzük meg akkor. Majd fölkerül... sikerül valamikor szétszednem. Fölrakom az asztalra. Akkor már könnyebb dolgom lesz szám. Mert nem lesz ott a segédem. Legalábbis odáig nem ér föl. Most ez nagyon kell neki az a... Hát nem hiszem. Hát elrakom a drótkefét innét, jó emberek, mert addig ez úgyse fog nyugodni a kocsusunk. Na. Oké. Most bízunk benne, hogy tudunk dolgozni is tőle.
remélhetőleg. Oké, megindult a csavar. Ez már jó jel. Ez már jó jel. Azt hittem jobban rá van rohadva, de szerencsém van. Nem volt annyira ráhorodva. Hogy szerintetek? Kész ez a kutya. Hát jó, mi kiskutya, nézzük el neki, jó? Nézzük el a hülyeségeit, mert az tud csinálni. A hülyeség az megy nála. Talán feladja remélhetőleg. Ugye most Zafirunk nincs itt a környéken, most én vagyok itt, akit lehet szekálni. Na, az alsó csavat is meg tudom meglazítani. Jó, szerencse, ez is meglazult. Most nem tudom, hogy nem, remélem, itt több csavar nem lesz, mert több helyen nem férek hozzá. Úgyhogy remélem csak ez a három csavarocska lesz, ami engem gátol abban, hogy hozzáférek itt esetlegesen az anyákhoz. Amíg az érdekes most, hogy itt szerintem betolta a füvet is. Hát, ja, korai volt az örömöm, hogy elmegy innét a kutyus, ugye? Korai volt. Mi van, ha kell a... Mi a helyzet? Neked ez kéne egész nap, ugye? Hogy itt dögönyözzelek, ugye? Ez megy. De hát így nem haladok ám a melóval, ha kell a... Szerintem a nézők nem erre kíváncsiak, hogy téged itt dögönyözlek. Hanem arra, hogy itt mit bűvészkerek, ha egyáltalán kíváncsiak rá. Na, ha kell a... Jó? Adsz pacsit. Szia. Szia. Okos. Okos kutya. Ha kell a... Mi ez a... Ott, oda figyelj bele. Ott néznek téged majd. Oh. Ott figyelnek. Kis farkasom. Mi ez a farkas? Na! Levettem ezt a három csavat. Na, kell egy kicsit mennyi arrébb. Levette, hol van a kamera, itt levettem ezt a három csavat. Na, kell, most jön egy mutatvány, jó? Le kéne vennünk ezt a lemezt innét. Ha sikerül, pedig hát több csava nem tartja, úgy nézem. Hát szerintem, ja, hozok mindegy. Várjátok, szerintem megindul a... Jobba! Oké. Frankó leugrott. Hát a hátulja is így néz ki, tiszta rozsda. Látható. Ugyebár. És akkor itt vannak alatta, igen, ott vannak a csavarok. Csak azt akartam egyszer kihozni, hogy ide viszont betáplálhatta a füvet is, vagy a maszatot. Gondolom én. Na ezt levenni innét, ezt a késtartót, az érdekes lesz. Pedig azt le kell, hogy vegyem. Jó, 13-as kulcs kell kb. Azt meg nem hoztam ki. Na megyek, hozok azt is. Megpróbáljuk akkor, elvileg egy 13-as kulcs megy rá, legalábbis ránézésre. Jó, hoha, fönt meg elpörök, hál' Istennek, de örülök ennek. Hát, de örülök ennek, ezt nem szeretem, mikor... De ugye miért is ne pörög, ne? Meg ez is. Ja. Valahogyan úgy ki kéne ezt ékelnem, más nem fölre teszem a kulcsot, ezt kifeszítem valaminek, aztán alul meg cső kulcsa. Lekapom, más nem tudok csinálni. Ez a legegyszerűbb megoldás. Na mindjárt megfogom. Ezt még meg tudom fogni két kulcsa, ez nem gond. Ez még aránylag jó helyen van, ez a felső csavarfeje. Még megcsinálhatták volna már úgy, hogy meg kelljen egy vacakolni vele. De hát Istenem. Az a szerencse nincs berohadva. Mégis nem hülyeség ez a terelőlem, ez emberek. Ez tényleg nem hülyeség. Mert így nem rozsdásodik a csavar. Nézzétek, milyen szép fényes az anya. Ugye ez volt alul. Másik gépeknél hogy néznek ki a csavarok. Hát ez véletlen. Ez jó. Ez a megoldás, ez tökéletes. Annyi bolyó tényleg. Na, kivesszük ezt a csavart is. És akkor elvileg majd csak egy csavar fogja alul. Ki fog bukni a gép valamennyire, biztos a motor lebukik, de mindegy, már csak az egy csavar fogja. Hát nem hiszem, hogy, nézzetek milyen szépek az anyák, nem hiszem, hogy az lett cserélve rajt. Aztán sose lehessen tudni. Sose lehessen tudni. Na, hál' Isten az a másikhoz, ez pedig ez is elpörög, hogy elnézem.
Ez nagyon nehezen férek hozzá, ez itt van alul lent a francba. Mindjárt kitapogatom, azt a sok szalmát vagy a francot elszórom innen. Na, hol van? Megvan. Igen, ő hozzá, nehezen férek hozzá. Ha fölfordítanám kicsit, megnézni hol van. Oké. Na, elvileg rajta kulcs. Jó. Meg hivatalosan is. Majd van. Meg egy korovába gyorsabb lenne, de hát ez van. Oké. Hivatalosan lent van a motorunk. Nem is bízunk benne, hogy több csavar nem fogja. Na, átfordítom a gépet. És akkor a motort, hopp! Kint is van a helyérő, ennyi volt. Jó, irány az asztal. Oké, és akkor megszabadítottam a motortól. Elég szépen néz ki még ez a váz. Hát jó, majd egy kicsi takarítás, mosás. Hát, hogy majd megnézem a micsodát, magas nyomásot. Most vettünk hozzá csatlakozókat, ezt azt kipróbáljuk, hogy mennyire tudja lepucolni róla a koszt, meg mennyire sem. Itt ez a rozsdás lemez. Hát ilyet nem tudom, lehet-e kapni le, vagy nem-e, a franc se tudja. Ilyen lemezért szét van rohadva át ujja. Hát ja, tudom, hogy hülyeség, meg amit mondok, az is hülyeség. De megcsinálhatták volna ezt is egy alumínium lemezből, vagy Isten tudja miből. Egy olyan anyagból, egy rozsdamentes valamiből, ami nem rozsdásodik így, rozsdamentes acélból, vagy lemezből. Na, közben itt a motor. Hát ja, nem hoztam neki, nem csináltam neki tartóelemet, mert van egy, csak az ott benn van, meg kéne keresnem. Ugye, amivel rá tudom ültetni, és akkor könnyen lehet szerelni az ilyen motorkákat. De mindegy, most egyelőre ezen hirtelen jött ötlet volt, úgyhogy a csavarjait ezt ide raktam. És közben itt az itókám is. A csavarjait egyelőre ide szórtam, aztán meglátjuk, hogy hogyan jönnek a csavarok, hogyan sem, majd egy kis dobozkát lehet, hogy hozok kinenki, azt abból beleömlesztem, azt a kész. Na, ez, hát így néz ki, látható. Én nem tudom, mennyit mehetett ez a gép, de érdekes, hogy nincsenek szétrodva csavarok rajt. Mármint a felfogató csavarok, vagy az lemez annyit fogott el rajt, nem tudom, de hát így néz ki maga a gépezet. A kipufogó kicsit be van kormolódva, azon az látszik, meg az olaj elég jó. Lehet látni, mint a tömítésnél kitolta volna, vagy nem tudom hol, de valahonnél, vagy föntről jött az olajfolyás, nem tudom, de valahonnél jött, főleg itt hátul, látjátok az olaj beöntőnél, vagy a csőnél, ott nagyon-nagyon kitolta az olajat, szerintem lehet, hogy ott is visszatolta. Nem tudom, meglátjuk, de olaj szerintem nincs benne, már folyt volna valahol, egy-két csöpp csöppen volna, de semmi nem csinál. Tehát pókhálós, maszatos minden, lehet, hogy megadta magát, aztán félredobták a valahova, de nézzétek ezt a fogaskereket is. Látjátok, hát abszolút nincs is megkoffa. Úgyhogy nem tudom, mennyit mehetett ez a gép, de én szerintem nagyon-nagyon sokat nem. Bár csak így első ránézésre mondom, attól még lehet, hogy ki lehelte a lelkét, vagy nem sokat volt rángatva, az kész. Nem tudom, mindjárt kiderül, jó? Szerencsére ismúlt fúj a szél, úgyhogy remélhetőleg majd hallani is fogjátok a sistergést, meg mindent. Na, kérem, kicsit megemelem a kamerát, jó? Ide teszlek titeket ide a sarokra. Ezek a kinti felvételek, hát mindegy, nem a legjobbak, de jobb, azért látszik valami. Na, kezdjük meg akkor a burítást, jó? Szerszámokat elrakom innét, erre az oldalra, mégis csak kézügyre vannak. Egyelőre leveszik a levegőszörőt, megnézzük a levegőszörő milyen se. Hát, ja, látjátok, ilyen a levegőszörő. Nem tudom, hogy a csavar kiesik, nem esik ki belőle. Ilyen akkor a levegőszörő, vagyis nincs benne semmi, se szivacs, semmi. Üres kis micsoda fogadott minket, de ez nem gond, majd vágok bele valami szivacsból. Ez pótolható. Hát nem tudom, hogy ez mióta ment, vagy ment-e így egyáltalán. Kicsit rozsdás is látható az a lemezecske. Ej, de jó súlyban van ez a gép. Hát nem egy micsoda motorfűrész. Ez kicsit nehezebb itt emelgetni, ugye. Na mindegy, majd lesz ez még könnyebb is, higgyétek el. Mindenesetre a levegőszörő fedelét levettem. Ugye rajt is ott van a bridge embléma. Jó. Oké, hát ezt a tetejét
Akkor most folytatjuk a tetejébe. Azt nézem, hogy csavarok... hát lehet, hogy voltak már szétszedve, vagy volt már szétszedve. Nem tudom, a srác foglalkodott-e vele valamit, vagy csinált-e vele, akit ő hoztam. Az... de... mintha egy kicsit meglennének a csavarfejek, egy kicsit nyúzva már. Én legalábbis úgy nézem, mindjárt mutatom. Tehát ebből ki lehet indulni, hogy valaki már belekukkantott, vagy ő... valamilyen szinten gyári állapotok uralkodnak bent, de én szerintem kicsi a valószínűsége. Szerintem ma valaki azért belekukkantott. Nézzetek, nem tudom mennyire látszik, vagy mennyire se, hát igazítom őket. Hogy mintha egy fejek egy kicsit már nyúzottak lennek, minden meg lenne egy kicsit régebb óta. Egy csavarhúzó kicsit. Ez már csak én látom, hogy nem számít. Na, ez a konzol, vagy mi a franca neve, ez egy műanyag, innen le kell, hogy jöjjön már elvileg, ugye? Elvileg, úgyné. Hát ez semmit nem takart, ez csak ezt a nagy hülyeséget takart el. Itt, na itt van egy, ja plusz még csavarok, megvan rajta, ahogy elnézem, megvan bent minden alkatrész. Kicsit poros, kicsit koszos, de mint látható azért megvan minden alkatrésze. Kiveszem ezt az olajos, olajbeöntő részt, jó? Ezt is kiveszem. Legközelebb, hogyha tényleg motort szerelek, vagy legalábbis úgy csinálok, mint a szerelnék, persze, mindig hozzáteszem, jó? Mert ez csak így hobbi szinten szórakozok velük, tehát ezt innét kivesszük. Jó, atom. Na most belepötyög ott a kosz, nem probléma, mert úgyis, hát ilyen kosz volt mellette, sármaszat, olajos sármaszat. Nem probléma, mert úgyis szét lesz húzva maga a blokk is. Hát remélhetőleg szét tudom húzni. Azon gondolkodnám, hogy ezt a két el nem teszem vissza. Úgyse fogok emlékezni rá, úgyhogy majd valahogyan összelegózom a csavarokat. Hát jó, van kosz rajt minden. Ezt a nagy hülyeséget, maga a tank, meg nem tudom mi, ez mi fogja ide, azt nem tudom. Azért pörgetem itt. Aha, itt ezek a csavarok fogták valamilyen szint. Meg van itt egy csavar bent. Aha, itt van még bent egy csavar. Azt megpróbálom kihalászom onni. Elvileg ez a műanyag talán le is, talán, nem biztos ám. De lejön róla, oké. Nem hoztam ki a kis csörös fogómat, azt szoktam. De jó van így, úgymond. Ja, benzincső. Pedig jól van, aki hoznom, na mindegy. A benzincsövet le kell akasztanom valahogyan. Nem tudom milyen ez a benzincső, meg milyen se, meg mi fogja, meg hogyan fogja. Megnézni, ez egy kis rugós hülyeség. Oké, megvan. Donko. Ez lehetett a benzincsap, oda nézzetek. Hogy ez mi ez a lila valami rajt, nem tudjátok? Hopp, a csavar. Ja, innyit esett ki, jó. Vigyáznom kell rájuk, mert aztán... Aha, ez volt a benzincsap. Hát lehet, hogy most már megnyekkent. De gondolom ez volt a benzincsapja. Tök érdekes, ilyet csináltam még. Hogy egyik fűnyíron benzincsap helyezkedik el, de szerintem jó az. Gondolom én. Majd valamikor, jó pokháló pókok, minden van ebbe. Úgyhogy majd ha lesz összerakva valamikor, nem tudom mikor, majd kiderül. De nem nagy tankja van a helyzetek. Hát most ha megnézitek, milyen vaskos, meddig vaskos ez a rész. Tehát innét kezdődik, így jön, és itt a vége. Tehát egy pici kis tankja van neki. Nem nagy tank ez. Egy fölül még, ha csak, várjátok, ha csak itt fölül még nincs neki egy kis része, azt nem tudom. Azt nem tudom, de én szerintem csak ez a kis pici a tank, ez a kis sarok. Összvisz, ennyi a tank. Na, nem is azt akarom, amit csinált akarom bemutatni a tank felépítését. De várjátok, közben hozok egy ládikát, azt abban már szólom is bele. Nos, tehát akkor a tankot, nem tudom mi ez, egérfészek. Hát szerintem ez csak berakódott pormaszat. Jó, ez nem kell. Az már nem kell nekünk, ugye? Na kérem, így a rugók, rugó helyzeti állapota, tehát így működ, így volt bekötve, úgyis el fogom felejteni, azért is levideózom, hogy lehessen látni. Tehát ez a nagy rudazat, ez a fém rudazat volt ebbe a lyukba. Tehát itt több lyuk nincs is, úgyhogy csak oda lehet bedobni, azt nem tudom, hogy lehet kiakasztani. Úgy tudom kiakasztani, hogyha ezt a csavartinet leveszem, és akkor tudom buktatni, és akkor meg ki tudom akasztani. Van egy ilyen rugó, ez ebben a lyukban van, tehát ezt se lehet máshova akasztani, meg van ugye
ez a kis rulazat itt ismételten, az meg abban van, és a másik mind a kettő rá van kötve a lapátra, ez a műnek kis lapátocskára. Regulátor, Isten tudja, mi a franc neve ennek a lapátnak, úgyhogy ez szabályozza valamilyen szinten a fordulatot is. Azt hiszem, ha jól tudom, nem biztos, úgyhogy nem, erre nem veszünk mérget, jó? Na, a benzincső, az belemegy nekünk a karburátorunkba, de az azt kéne csinálnom, hogy egyszer leveszem akkor én ezt a felső hülyeséget, ha le tudnám venni, csak nem hoztam, talán a csavarozó belemegy ki kis kulcsokat. Mondjuk ezt lehet, hogy ezt se kéne, de le kell vennem, mert ugye alattam van egy anya, azt le kell vennem mindenféleképp, meg a lenkereket, meg... Na, a lenkerék levétel, az lesz érdekes megint. Hát jó, hát majd valahogy megoldom ám. Valahogy... valahogy csak meg tudom oldani. Hú, de bele vannak ezek ragadva. Egy kis pici csavarok, műanyagból megy, látom, mert olyan menete van, hogy műanyagból való, tehát nem fém. Így, hoppá, maradj itt. Hát jó, jó lenne meg tudnám csinálni, vagy elindulna ez a verkli. Hát, nem kis meló, mert ki tudja, mi baja van bent magában, bent a szív, az amit talált. Hoppá, le is hittem ez a kis műanyag. Olyan, mint egy hangszóró rács, ugye? Régen voltak az autókban ezek a hangszóró rácsok. Majdnem úgy néz ki. Na. Félre dobjuk. Akkor itt mi van? Ez a műanyag, ez meg alatta van, látom, de ezt a nagy csavart le kéne indítani, nem, hogy magát az egész műanyagot, a műanyag kosár, vagy ez a propeller, vagy a ventilátor lapátokat, azt le tudjam venni. Jó, meg azt mondtam mi. De, én azt mondom, akkor kiveszem innét ezt a nagy csavart, hál' Isten, 13-as talán? A fenében, nem, ez 11-es, bocs. Hol a 13-as kulcsom, itt van, tehát ezt kikapom innét. Így, né. Oh. Ez nem fogta szinte semmi. Úgyhogy nincs ez a gond. Úgyné. És akkor elvileg ez valahogyan ki lehet bújtatni innét, ha minden igaz, hogyan van. Az, ahogy nem látom az alját. Uh-huh. Elfordítom erre, és akkor elvileg itt ki kéne jönni neki. De csak elvileg, de olyan még egyet fordítani kellett rajta. Na, ez ki is esett belőle. Az a lényeg, az egyenesebb szár, látjátok, csak hogy magamnak magyarázok. Na most ez hol volt? Itt volt. Az egyenesebb szál jön ebben a fémalkat részbe, arra jön rá a csavar, meg mi egymás. A görbébb szár meg megy ide erre a karburátoron lévő cuccra. Vagy a karburátoron lévő, Isten tudja, mi volt. Na mindegy, nem az lényeg. Most akkor levesszük a két csavart innét, amely ugye elvileg a karburátort fogja föl, ha, vagy mit fog föl, vagy csak ezt a levegőszűrőnek a hátulját, nem tudom. De valamit fölfog. És akkor, ja, még itt van még egy nagy csavar, atom. Ez ki van ám találva, emberek. Aha, itt látszik egy piros filc, nem tudom, látjátok-e, mit jelöltek, mit se, azt nem tudom. De ott van egy piros filcnek a nyoma. Úgyhogy lehet, hogy ma valaki buheráltam. Sőt, elképzelhető, valaki szakszervizes. Nem biztos, de csak úgy gondolom. Na, hát remélem azért nem fog megenni az eső, olyan szürke fel, hogy jött ide fölénk most meg. Remélem, nem kell befutnom. Úgy né, kijött ez a két kis csavar, és elvileg ott egy 10-es csavar, vagy 9-es. Hát ez 10-es ráadásul. Ezt fogja még itt elvileg. Ajaj, hát ide is jó lenne egy sű kulcs, vagy valami más, mert befér, így jó. Oké, hát nem is 10-es, vagy ez is fie amerikai. Nem hiszem, ez jó, normál szabvány szerint megy. Azt hiszem, lehet, hogy hülyeséget mondok. Amúgy a karburátor pillangó szelep elég koszos. Eléggé dzsúás koszos, úgyhogy hát nem tudom, hogy ez elindult-e. Ha csak nem a gyertyához nyomtak egy kis anyagot. Na, lejött egy kis csődarabocska vele. És ugye a csődarabocska megy erre a kis másik csőre. Hoho! Hoho, oda nézzetek! Hát ez... Ez hogyan? Atya úristen! Hát remélem, hogy hú, de rögnék, ha ez lenne a hibája. De nem hiszem. Na nézzetek oda! Várjátok, ledeszem a... Hoppá! Oda nézzetek, hogy néz ki ez a cső. Jó, még attól még a belső fele jó lehet, de... Nem tudom, hogy ez nem... Ah, el van törve, oda nézzetek. Ez a cső el van törve.
egy az egyben, mint 41-ben eltört. Hát Isten tudja, lehet, hogy még az eredeti csöve, ilyen feliratok vannak rajt. Hát nem is tudom, emberek, most érdemes ezt tovább bontani? Én ezt szétszedem, ha már eddig szétszedtem, szétkapom a francba, a pókhálókat leszedem innen. Na, de nézzetek, hogy ez mindenféleképpen egy csőcsere. Itt már most látom, hogy itt valami, hát az eltört rendesen. Hoppá, ez eltört. Ez még a belső cső is el van törve, látható, szerintem. Én úgy nézem, nem csak a szövet, hanem a belső csőnek is kampec. Én legalábbis úgy nézem innét. Hát, hogy mit törzsöltek ki, vagy mit találtott, azt nem tudom, de elég érdekes, ugye? Na, ez érdekes. Oké, ez megvan, egy hiba. Egy hiba megvan. Az első hiba, amit én így hirtelen megtaláltam. Aztán lehet, hogy a maga benzin folyt volna ide, de nem hiszem. Hát tiszta benzin megy be, olaj, nem megyem marad utána. De viszont nagyon olajos a blokk, úgyhogy valahol vissza kitolta az olajat, úgyhogy hát nincs más hátra, mint tovább bontani. Aztán valami majd csak lesz. Akkor levesszük a karbit. Azért mondom, valami összerakáskor meg csak valami csak össze fog jönni. Hát az nem most lesz, közben mozgatom az asztalt is elég rendesen. Levesszük a kis karbiát. Hát itt nagyon-nagyon, mint mondottam, azokat a rugókra kell figyelni. Melyik rugó hogyan volt visszatéve. Meg hát a karburátornak már már azért egy kis pucolás. Jó, hogy nem hoztam ki csőkulcsot a 10-es anyának, úgyhogy tekergethetem itt kézzel, szórakozhatok vele. Mindegy. Nem is ez a lényeg, nem is erről szól az egész. Úgy, egyik kim van. Szerintem a víz van ebbe, emberek. Lehet, hogy kim volt az esőn. Lehet, hogy a srác kín hagyta az esőn, úgyhogy akkor jobb is, ha szét van szedve. Mert úgy nézem, hogy én pakolom föl, vagy dolgozok, olyan forgatom, egy-két vízcsöp van az asztalon, és nem tudtam elképzelni, hogy a francba került, de hát nem esik az eső, meg hát annyi eső, meg nem, meg ez le van takarva az asztal, tehát itt semmiféleképp nem maradhatna víz. Vagy nem lehet, de jó, hogy nem férek hozzá a kis kütyűhöz. Ja. Ó, közben ez a hülye szél, hál' Isten, föltámad, de jó van, örülök nektek, vagy örülök neki. Hát, de jó, hogy nem férek hozzá a hülye csavarhoz sem, meg nem hoztam ki. 13-asra ki tudom tekerni szerintetek? Nem hiszem, mi? Mert 10-es, micsodám, nincs is különben csőkrúcsom, csak azért mondom. Ja, hát igen, ja, nincsen felszerelve a műhely, abszolút. Látjátok, hogy mik vannak, úgyhogy nem egy videóm van fönt, nem kettő, hanem most már sem közel itt a 600-hoz, azt valamik nap nézegettem, te Isten mondom, 600 videó, atya úristen mondom. Á, ez brutális. Még így hirtelen, mikor csináltam én 600 videót, de hát úgy látszik, csináltam, hogy itt. Ja. Hát persze vannak jelök is, amik nem lettek feltöltve. Van egy-két olyan, vagy volt, hát azokat töröltem is a francba, mert hát nekiálltam azt olyan dolog, eset, olyan dolog, mert persze ugye nem mindegy megy úgy, ahogyan én szeretném, meg nem minden alakul úgy, ahogy én szeretném, úgyhogy azokat a videókat, azt meg mikor az embernek, tudjátok, nincs kedve. Mikor úgy van az ember vele, hogy csinálja, erőteted, úgy nem szabad. Úgy nem szabad, én azt mondom, hogy nem szabad, főleg így, mint hobbistának. Akkor már, akkor vége a dalnak, hogyha csak azért, mert hú, már valamit feltöltünk, mert fel kell, az hülyeség, emberek. Biztos, hogy nem fog összejönni semmi, és nem is szabad erőtetni. Amíg nem jön el az iklet, vagy nem tetszik a dolog, amikor már tényleg, már csak azért csinált, hogy na, mert fel kell tölteni valamit, annak nincs értelme. Annak nincs. Én legalábbis úgy veszem észre, hogy magamon, persze más lehet, másképp gondolja, de én úgy veszem észre, hogy közben ezt a hülye csavart nem tudom kiszedni, úgy veszem észre, hogy akkor úgyse fogsz jön össze semmi. Mikor nekiállok ennek, nekiállok annak, mikor nem érzed azt, hogy na, hú, most aztán alkothatnék, vagy valamit csinálhatnék, akkor nincs értelme. Akkor abszolút nincs értelme. Na, nézzetek oda, addig ki, még ezt a mondókáimat elmondtam, addig talán kijön ez a csavarka is, innét remélhető, kint is van. Jó, karburátort kifűzöm, ugye ebből a kis hülyeségből. Na, oké. Valami lötyökben. Most ez a... Halljátok, lefogtam a fémes hangot, úgyhogy valami... Hát lehet, hogy valami benzin maradod bent, de még bent van, úgyhogy ezt félre is teszem. Hát így néz ki, kicsit koszos, kicsit gyuás, látható. A pillangó szelepetnél van egy kis koszmaszat, úgyhogy
Hát ja, majd nem árt, ha egy kicsit át lesz kicsit féktisztítóval tolva. Nem tudom, az állítócsavarok hogyan vannak beállítva, azokhoz nem értek. Majd megszámom, hány menetet van most kint, aztán majd úgy visszatekerem be, mert egyszer meg kell pucolnom így is, úgy is. Na, érdekes, ezek alatt nincsen papír alátét. Semmi. Egy bakelit vagy. Na, van itt egy gumi. Aha. Tézzek, van itt egy gumi, érdekes. Látjátok? Van itt egy alatt egy gumi. Ilyet se láttam még, vagy nem tűnt föl eddig? Érdekes. Látszik, csak ennyi tömít, semmi más. Oké? Itt elvileg ezt mi fogja? Azt mondja, hogy hát itt elvileg ez a műanyag, hogy mi vagy, hogyan tudom ezt én itt levenni, azt nem tudom. Biztos, hogy valahogy le lehet ám venni. Ott fogja egy csavar, itt van egy csavar, itt van még egy csavar. Aha, oké. Addig-addig meg lesznek a csavarok. Így, hát igen. Ez érdekes egy műszer. Ja, itt van itt is ilyen betömődött maszat. Oj. Bakkerman! Uj. Volt benne olaj, emberek. Hia voltam, nem mentettem ki belőle. Hia voltam. Ó, bakker, na most mit élő legyek? Na emberek, ezt szeggem majd tüntetnem én egy gyorsából, jó? Ügyes voltam, nem gondoltam, hogy ennyi olaj még bent figyel. Hát valami ki kell burítanom majd belőle. Na mindegy, emberek, ezt a tócsát innét eltüntetem, aztán érkezem vissza. Íme itt is vagyok. Látható. Hát van egy-két csöppöcske maradt, de hát az nem annyira veszélyes, úgyhogy annyi elfér, nem? De amikor a tócsa ide kifolyt, hú emberek, brutális volt. Brutális. No. Hol tartottam? Ja, a viseletet kéne levennem akkor. Egyszer ezt a kis kütyüt innen leveszem. Ja, közben töltsét is elrakom innét. És tiszta, és csak az olaj folyik itt belőle. Mekkora kell oda? 8-as talán? Lehet, hogy 8-as. 9-es az nagy volt. 8-as, oké. Ezt a kis regulátorlapát, vagy mi a franc. Na most az a kérdés, hogy lehet, hogy műanyagról ezt levegyem-e, vagy ezt a rugót kiakasztam, és ha tudom, akkor elviszem ezzel a lapáttal együtt. Hát, ja, de szerintem ki fog akarni annél is. De egy valahogy, erre a lapátra meg vigyáznom kell, mert ez olyan törékeny, mint a fel. Úgyhogy ezt szerintem hova eltörik, ha nem vigyáz rá az ember. Na, ami a fene van. Gyere ki. Hát volt egy csomó olaj. Nem gondoltam volna, hogy még ennyi. Hülye voltam persze, mert nem néztem meg. Mert úgy néztem, hogy nívópálca nem mutat semmit. Azt látjátok, mennyiben figyelt utána még. Hát nem hiszem, mi a franc ez a csavar? Persze most tiszta olaj lett a kezem is, hát nem annyira, de olajos. Megérem leszedni ezt a... Hát ebből is szerintem egy szappanopera kerekedik, ha nem bánjátok. Hú, bakker, mi a franc fogja ezt ennyire? Nem hiszem el. Szerintem már kik van. Na, azért mondom. Na, ezt a rugót, vagy ezt kivegyem innét? Hát mindegy, levettem. Ez egyértelmű, hogy ennek a csavarra lesz, ugye? Akár hiszek, akár nem. Most meg az eső potyog. Hát ezt nem hiszem, komolyan. Úgy éreztem, mintha pöttyen volna valami rám. Hát ezt a regulátor lapátot, ezt hova fenébe tegyem? Egyszer itt hagyom az asztalon, nem szeretném, ha rádobnék valamit, ilyen dobálom bele az alkatrészeket oda. Mi a fenébe, aztán összetörne. Hát ezt a mi a fenét. Na, hát ezt mi fogja? Ja, ezt fogta, aha, értem. Összvisz, annyi fogta magát a gyújtótekercset is. Na, ezt megint innét meglazítani. Hát igen, ide megint valami kulcsot kéne hoznom. Mert szerintem fogóval nem tudom ezt meglazítani. Abszolút-e. Ja, azt fogta magát a gyújtótekercset. Aha, értem. Na, ezt le is veszem róla addig. Meg ezt a mélfejt is ki kell majd kötnöm. Meg kéne szereznem egy pici kulcsot, ezeket a csavarokat kiszedni.